Dömötör Csaba, a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellária köszöntötte a szakma kiváló tanulója két döntősét, Szedeli Janka Biankát, a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola tanulóját, valamint Jókai Rafaelt, a Percelmor technikum és kollégium diákját. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás volt, és egy nagyon nagy kihívás a centrum számára az, hogy hogyan tudjuk megtalálni azt a partnerséget a duális képzőhelyeinkkel és a képzőpartnereinkkel, amely mentén a tehetséges fiatalokat is tudjuk támogatni, és amely mentén az iskola és a képzőpartnereink, a duális partnereink tudnak olyan hozzáadott értéket adni a fiatalok napi tudásához és tevékenységéhez, amivel aztán ilyen óriási eredményt tudnak elérni. Két top 5-ösünk volt, mondjuk így, hiszen nekem talán az egyik legnagyobb eredmény az, hogy két különböző szakmában is tudtunk az iskoláinkon keresztül versenyzőt delegálni, illetve sok versenyzőt delegáltunk, akik közül ők voltak azok, akik az ország legjobb 5 szakmunkása közébe kerültek a maguk szakmája tekintetében. Itt már csak hajszálnyi különbségek vannak, itt már éppen egy pillanatnyi forma, egy icipici megingás lehet, vagy egy jobb koncentrálás lehet aznak az eredménye, hogy ki milyen helyezést ér el. Én egyaránt büszke vagyok mind a két fiatal, a Jankára is, aki a cukrász területen, és a Rafaelre is, aki pedig a vízvezeték szerelés területén, vagy a fűtésszerelés területén is elérte ezt a kiváló eredményt. A vendéglátás területén már volt korábban is sikerünk. Az előző tanévben, egy évvel ezelőtt, akkor a Tamási iskolában, a pincér szakmában volt versenyzőnk, aki harmadik helyezést ért el. A másik oldalon viszont az épületgépészet területén, ott már 5 évre, de inkább 10 évre visszamenőlegesen ismerem azt mondani, hogy nincs ilyen megyei eredményünk, és ez meg fokozott büszkeség és egy plusz tesz hozzá ehhez az eredményhez. Második helyet szerzett Szedeli Janka Bianka cukrász tanítvány, aki univerzum témában készített tortát. Elmondta, a tanárok segítségével készült fel a megmérettetésre. A verseny pedig nagyon stresszesen, de közben magabiztos voltam azért, mert tényleg rengeteget tudtam készülni, csomószor el tudtam próbálni, amit úgy éreztem, hogy még el kell próbálnom, úgyhogy nagyon élveztem. Ugye az univerzum volt a téma, egy két emeletes tortáról van szó, az alsó szint 30 cm átmérőjű volt, a második szint pedig 20 cm átmérőjű volt, és ezen a tortán volt egy ilyen kis tengely, amin volt pár darab kis bolygó, a tortának a legtetején volt igazából egy nagyon nagy bolygó viszonylag, ami olyan volt, mintha a harmadik emelet lett volna, és még csináltam mellé kis bolygókat, kisebb-nagyobb bolygókat. Az volt a legnehezebb, hogy vajon rá tudom-e rakni ezt a tengelyt, vagy eltörik, vagy valami, mert ugye még az volt ott a nehezítés, hogy közben ment a sütő, és ugye ennek az izomaltnak meg azért nem olyan jó a pára, ezért már kezdett kicsit ragadni, akkor nem nagyon ragadt össze a kettő, úgyhogy ez volt. Jókai Rafael, a Percelmor Technikum és Kollégium központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő növendéke 4. helyezést ért el. Felkészülése a duális partnerénél, valamint az iskolájában a szakmai órákon zajlott. A verseny alatt egy komplett fűtési rendszert kellett a méretlen gáztól 3 radiátor bekötésig és egy füstgáz elvezetést kellett készre csinálni. A legnehezebb számomra a résőhajlítás volt, mert egy résőben kellett 4 hajlítást végbe vinnünk. Nagyon jól éreztem magam, nem volt feszített a tempó, a második nap végére kicsit az lett, de azon kívül jól éreztem magam. A zsűritől lehetett kérdezni, észrevételeket lehetett neki mondani, tehát teljesen nyitottak voltak a verseny folyamán. A kiváló eredményeket elérő tanulók jutalomban részesültek a szakképzési centrumtól.